napot kívánok, kedves nézőik! Önök a Csudapest News műsorát nézik. A mai napon lehetőségünk nyílt csatlakozni a mentősökhöz, és ezáltal betekintést tudunk nyújtani a hétköznapjaiba. Tartsanak velünk! Kedves nézőink, itt van előttem áll a kórház igazgatója, aki készségesen a segítségükre sietett, amikor meghallotta, hogy milyen törekvéseink vannak. Kedves Matthias! Milyen érdés a kórházat igazgatni? Milyen nagy kihívásokkal néz szembe ön nap, mint nap? Kihívások között tekinteném én mindig a létszámnövelést. Az a baj, hogy nagyon sok ember kerül így a mentőséget. Tudják, hogy nagy rejtelme is vannak a mentőségnek, de mégis úgy gondolom, hogy mi vagyunk a városnak a lelke, és ha mi nem vagyunk, akkor valahogy megállna a város, én azt gondolom, ezért törekedek mindig arra, hogy megfelelő emberszámot tudjunk minden órában biztosítani a városlakóknak. Nagyon szépen köszönöm. Tehát hallották, kedves hölgyeim, uraim, a mentőség az egy nagyon fontos dolog, éppen ezért van ez a műsor, hogy felkeltsük az érdeklődéseket, és meg is akartam még kérdezni itt a Matthiastól, hogy felvétel esetleg hogy alakul a mentősöknél? Természetesen folyamatosan tartunk jelentkezési napokat, nyílt napokat, városházán egy jelentkezési lapot kell beadnunk a leendő kollégáknak, egy több soros jelentkezési lapot várunk mindenkitől, aki jelentkezni szeretne, és ezt 3 napon belül el is bíráljuk, ahol egy kisebb meghallgatáson vesznek az illetők részt. Megkérdezzük a vérzéstípusokat, töréstípusokat és egyéb szituációs kérdéseket teszünk fel a leendő kollégáknak, ezen nem megbizonyosod, hogy mi alkalmasak a mentőszakmára. Nagyon szuper! Tehát hallhatták, kedves nézőik, a felvétel adott, és hát mi nagyon reméljük, hogy a műsor hatására rengetegen kedvet fognak kapni ez a csodálatos hivatás űzésére. Na de, menjünk is akkor! Jöjjenek velünk! Kedves nézőim, éppen egy eseten vagyunk, valakit behoztak itt a vállukon, nézzük meg, mi történik itt a háttérben. Jöjjön akkor, jöjjön Daisy! Nagyon rosszul van, kegyetlenül. Kedves nézőink, itt éppen egy nagyon súlyos esetet hoztak be, lábfájással! Nézzük meg, hogy hogyan kezelik az esetet. Jöjjenek velünk! És akkor ugye itt látjuk a beteget, ja, a felvételt, és itt tudjuk elkészíteni. Na, akkor jöjjön József, itt van a felvétel elkészítése gomb, ezt erre kérem nyomjon rá. Ja, én nyomjak rá! Hát ön nyomjon rá. Itt. Kedves nézők, rányomok a gombra! Jaj, nekem majd széttöri. Jót nyomtam, hát, nem kell széttörni. Remélem jót nyomott, hát nem kellett volna széttörni, de... Nem törtem szét. Hát, ha leszúr. Ez a gomb mit csinál? Márton, he? Matthias, most készül a felvétel, uram, most picit készül bármi. Készül a felvétel. Kedves nézőim, megnyomtam a gombot, készül a felvétel, éppen a hölgyre, akinek lábfájása van, megröggenezünk, nem eltörött neki a lábkörme, és éppen megnyomtam a gombot. Most Márton nagyon-nagyon figyel és várja, hogy a képek elkészüljenek. Az izgalmak a tetőfokra hágnak. Felvételeket. Lábán van egy kisebb repedés. A lábán? Daisy, kedves nézőink, most az ellátóba visszük a beteget. Ahol ellátjuk. 2-3. Felsegítem a hölgyet. Nézi, most ne törj össze semmit, légy szíves. Bocsánat, nem akartam. Csak ez, izgatott vagyok. Kedves nézők, az eredmények nagyon jó képeket mutattak. Törést nem láttunk elvileg. Egy kis zúzódás van. Azt mindjárt el is látja itt a doktor úr. Ezt a folyamatot láthatjuk most. Vissza is veheti, és akkor még a mellényét, ha a mellkasán megkérhetem, hogy gombolja ki, és akkor... Mentolos gélekkel kezelik itt a beteget. Csípi a szemettel, jó. Nagyon sokkal jobban vagyok, nagyon szépen köszönöm. Szuper szívesen, és akkor még itt a tabletet. Egy sikeres akciót láthattunk most itt éppen. Hát is utalom, jó? Nagyon örülök, hogy semmi baja nem lett a hölgynek. Reméljük, hogy a nap további részében is hasonló eseteket fogunk látni. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Jó, oké. Köszönjük szépen! Imádom. És hogy éli meg, hogy a mindennapjait megfilmesítjük? Hát, picit zavarban vagyok, de
És akár valamit el tudom mesélni, hogy volt-e valami különleges esete, ami megmaradt ebbe az egy évbe, amit megtörtént magával? Hát... kollégámra emlékszem mindig, amikor tolatva kell parkon. Volt jogosítvány, de nem bírt vezetni. Amikor elindult esetre, akkor már mindig készültünk, hogy menni kell utána, mert ő minden az első kanyarba belement a fákba, meg mindenbe, de ezért hagytuk, hogy vezessen, de mindig kórház lett a vége. Miked ételhordó? Ebben van a lángos? Indulunk egy esetre? Vagy eset van? Igen. Hogy én viszont egy eset van, megyünk. Ilyenkor azt rohanni kell, mint a vadállat. Megyünk. Futni, futni kell, nagyon durván. Hova megyünk? Ilyenkor föl kell kapcsolni a szirénát. Uraim, hölgyeim, a nagy izgalma. Kimegyünk egy esetre. Nem tudjuk még, mi vár ránk. Milyen nehézségekkel fog ütközni a vendég. Kívánok! Jaj, szép napot kívánok! Mi történt? Jó napot! Hát, az egyik városlakó tánkutta a kormány, hogy így köztünk. Jaj, értem, a szoká. Hát, szoká. Jó. Én vagyok a nagyobb baj. Egy migráns neki ment az autónak. Beütte a fejét a ember. Nagyon durva dolgok vannak itt, hölgyeim és uraim. De szerencse, hogy itt vannak a mentősök, akik kezelik a helyzeteket. Majdnem lehet a csíz. Annyira súlyos sérüléseket szenvedett az úr, hogy latin nyelveken beszél. Lehet megszállta valami démon. Remélem nem komoly. De minden kiderül a mai adásunkban, kedves nézőink. Maradjanak velük a további. Mondhatnál valamit a helikopterről amúgy előtte. Jöjjenek utána, megmutatom a legkomolyabb szerkezetet itt, ami a mentősöknél van. Ezzel a spikpak kiérnek mindenféle esetre, mindenféle balesetre, és mindenféle olyan helyre, ahol ez kellene, hogy ott legyenek. Gyakorlatilag ez a madár, ez a mentőhelikopter. Ez úgy fölrepül, és úgy ott van mindenhol, ahogyan az kell. Éppen most fog felszállni vele a Matthias. Nézzék figyelemmel, elfordítja a sluszkódot, és már forog is a rotor. Olyan hangos, hogy nem hallok semmit, ordítanom kell, sivalkodni, hogy halljak valamit. Ezt még a kamera hopp egy táblát kisütött, és már fenn is van. Ilyen a mentősök életi, kedves hölgyeim és uraim. Ahon a baj van, ők ott vannak egy pillanaton belül. Engem mindjárt elült egy kamion, úgyhogy odébb is állok. Tartsanak velük. Mehetünk. Képzeljék el, lehetőségem nyílt kipróbálni ezt a csodálatos járművet. Minden egyes titokra itten fel fogjuk borítani a titkokat. Hogy mondják ezt? Hogy a titkok felszínre kerülnek, hogy melyik gombot kell hogyan nyomni, a váltó, automatikás, triptonikos, mindent megnézzük, hány köbcentiméter ez a motor, megnézzük, hogy hogyan kanyarodik és hogyan áll meg. Nézzék csak, hogy mennyire profik leszünk itt a kanyarba. És akkor mehetünk is. Márton! Övet kaptunk. Márton! No, mondj. Pillanat. Na, indulhatunk. Jó, vissza. Van, csak hagyj... Ne topcsolj a szár a rendőrök előtte! Nincsen itt semmi probléma. Na, hölgyeim és uraim, akkor elindulunk, jó? Ne, topcsoljunk le. Alud! Ne már le nálam, nem is fogod a kormány! Nem akarja eldobni a... Ez ne haragudjon, kisinkadok. A lábaddal vezetsz. Szabad hát, na. Figyelj már, menjünk már. Nyomkodd már meg a csup. Jó van, de menjünk! Na menj már útból, hülye gyerek! Hát mi vagyunk a mentősök, nézd! Hölgyeim és uraim, a mentősök élete ilyen, hogy akadályozzák az utat, hát befékeznek büntetőkkel. Az ilyen bolondokat be kéne zárni az Alcatrazba. Ez emberi életeket veszélyeztetik ezzel. Sajnos ilyenre is van példa, remélem több ilyen nem lesz a mai nap, mert idegbe fog jönni. Jaj, Istenem! Ha nem láttad, mi csinált? Menjél majd!
Jézus! Mit csinál? Ne! Nem tudok átülni. Normális! Mit csinál? Oh. Hol van? Hölgyem és uraim, problémába ütköztünk. A riportertársunk kiugrott az ugró aptóból, és most rohanásban, és el fog-e ütni? Úristen, mi történik itt? Úristen! Oh, Istenem! Úristen, mennyi vér van itt? Ez mind Taligás Józsibá vére, úristen! Jaj! Mi a szar csinálsz? Megijedtem egy pókonos! Kiugrott a mozgó járművel! Jaj, és magasztál ültöbbet valahol! Nem, ne megyek a kocsi! Mártorom, ne álljon már, Jézus Istenem! És most láthatjuk az ellen. Ne jó! Mártor! Ne, vár, és lerobbantunk! Kirúgott a kerék! Most egyet, 6-ot vagy 7-et. Ó, kedves nézőik, amikor a baj jön, az csőstű jön. Hölgyem és uraim, a következő történt. Egy őslakos tönketette alá járműünket. Erről is lesz szó az legutolsó, legközelebbi híradóba, hogy milyen kárt okoznak az őslakosok, és mennyi élményt nyújtanak. Kiukadt a kerék! Minden probléma van. És már is itt a segítség a csudamehától, a legjobb, izgalmasabb embertől a világon, a legjobb szerelőtől, és már is itt van, és nem is hívtuk. Vagy hívtuk? Hívtam. Ja, mindegy. Itt vagy. Ja, jó van. Azért, akkor mi a helyzet, Matthias? Nagyon sokáig fog tartani? Úristen, kicsit lehorzsoltam itt a lábam. Márton vagyok, uram, Márton vagyok. Egy, kettő, három. De átsegítem a holdaira, és akkor itt nekem szépen tovább. Jaj, jó, miért fogod meg? Nem bírom! Ittalom a holdáját közben. Nem, ide, ne ide feküdjek le! Bocsánat! Neked mindegy. Ja. Ágy, ágy! Ja. Bocsánat. Röngenezünk? Egy, kettő, három, ide felsegít. Mondom, el kéne fémtárgyait. Hölgyeim és uraim, a legnagyobb problémába ütköztünk. Egy olyan egyénnel fognak megvizsgálni, ami mindennapos a mentősöknél. Ami kihívás jelent a mentősökre, de közben tanulási lehetőség, türelem, kitartás, hogy igazán is szeressék a szakmát. Én? Igen, nem. Na. Hát nézi, akkor mondja, hogy mit csináljon. Na, tessék, itt odaadom ezt a fertőtlenítőszert. Köszönöm. Tessék. És be kell kennem a lábát. Nem, a mellkasait látja ezt a sebet. Igen. Akkor fújjon rá. Ráfújok a mellkasodra. Psz. Jó. Igen. Meg fogom kenegetni kell. Nem, ezt viszont most én kitisztítom a sebet. Belülről kifele haladok, rendben. De miért nem ennyi a lába? Adok egy gyulladást csökkentőjét, tessék. Igen, köszönöm. Jó, hát is és akkor ezt masszírozza bele a seb. Gyere, mele masszírozom. Jaj, becsúszott az ujjam. Jaj, gyere, Jaj. Márton, fogja kordában. Bocsi. Hát nem az én. Biztos nem fog begyulladni. Nem, nem is az ő. Megérni a golóim, hogy mentolos kenőcsökkel. Megértem csajhomni. Jó. És akkor ezzel az egész mákosát kenyebe. Nem, Ben, csak fordulna arra. Az biztos nem GP uram. Az direkt értettem, hogy ezzel a felettél nem tudott kárt magába. Rendben. Jött a mákosát. Hölgyeim és uraim! Az igazi ellátás az ilyen nem túl kellemes, de néha szar. Ne kerüljenek ide, ha tehetik, vigyázzanak magukra. És legyenek egészségesek. Így. Igen. Nem, RVB, mert... Isteni. Hát ez is egy amerikai típusú. És Márton, minden megtalálható benne, már csak a vasaló deszka hiányzik belőle, meg a nyújtófa. Viccen kívül, viccet félretéve, nagyon felszerel Csudapesten a mindenféle mentős kocsi, csak ámulok és bámulok. Konkrétan annyi cucc van itt a csomagtartóban, hogy meg is lehetne szülni, kérem, hedves uraim,
mindenféle műtétet el lehetne itt végezni. Annyi sok cucc van. Hát én nem is tudtam, hogy ez ilyen részletes ez. Köszönöm Márton, hogy ezt megmutatta. Kérem, folytassa nyugodtan. Jó, na köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ebben a kis riportban. Várjuk a nagyon sok jelentkezőt és a sok érdeklődő embert. Ha igazából szeretnék jelentkezni, akkor még a Városházán meg tudják tenni. Annak ennyi a feltétele, hogy ne egy mondatos jelentkezést írjanak közben. És sok sikert kívánunk hozzá. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kedves nézők, volt itt ma minden izgalom, riadalom, veszedelem, nagyon jó napot töltöttünk el itt a mentőségnél. Én megmondom őszintén, ha nem dolgoznék a CNN-nél, egyből jönnék mentősnek, úgyhogy buzdítok mindenkit arra, aki készlet és érez magába. Az ne habozzon, ne lezafacázzon, tessenek jelentkezni a mentőséghez. Legyen további szép napjuk, a viszontlátásra!